A Rába Eto FC nem csak hazai közönségétől búcsúzott győzelemmel, hanem az egész szezontól. A futsal NB egy rájátszásának utolsó fordulójában ugyan az első félidőben az örök rivális Berettyóújfalu ráijesztett az immár négyszeres magyar bajnokra, hiszen 3-3-as döntetlenre állt a meccs. A második félidőben viszont csak két győri gól született, így az Eto 5-3-ra győzött. A meccs után Lódiék megkapták aranyérmeiket, no és a bajnoki serleget, illetve egyúttal a szuperkupát is. Szeretnénk egy olyan csapatot, ami nem csak rendezőként, hanem gyakorlatilag játékban résztvevőként is gyakorlatilag esélye pályázik a Európa legjobb négy csapata közé jutásra. Úgyhogy az elkövetkező két év ennek a jegyében fog zajlani, úgy gondoljuk. Ünnepi hangulatú, de ugyanakkor tétmérkőzés is következik egyben Győrből. Szombaton aztán a győri Eto FC is búcsúzott, igaz Pintér Attila fiai csak a hazai közönségüktől, hiszen rájuk még vár egy meccs. Nem vették félvárról a búcsút a zöldfehérek, mert Nikola Trajkovics góljával 1-0-ra megverték az MTK-t. Így igazi győzelem mámorban úszva vehették át az aranymedálokat és az OTP Bankliga NB1 trófeáját, amelyre 30 évet kellett várni. Nagyon sokat tettünk azért, hogy ez így legyen. Nagyon jó társaságot sikerült összehozni, tehát nagyon jó kollektíva volt, amit azt gondolom, hogy az elején ezen is indultunk, de utána úgy összeállt ez a csapat, megértették, hogy mit kell tenni azért, hogy sikeres legyen ez a klub, sikeresek legyenek ők, és be is bizonyították ezt. A konkrét után kezdődő sportmagazinunkban az Eto és a Rába Eto mérkőzésével és éremosztójával is külön-külön foglalkozunk.